Tamásiban aktív civil élet folyik, mondta Porga Ferenc polgármester, és a szervezetek jelentős mértékben segítik egyrészt az önkormányzat mindennapi tevékenységét, másrészt szervezik a város életét. Éppen ezért minden esztendőben a lehetőségekhez mérten támogatást nyújt a város a szervezetek működéséhez. A különböző korosztályokat legaktívabban a civil szervezetek tudják megmozgatni, így a Tamásiban élő nyugdíjasok vagy a rászorulók támogatását célként kitűző egyesületek is működnek. Több mint 30 aktívan működő civil szervezetről tudunk, akikkel valamilyen kapcsolatban vagyunk. Ezért is örülünk annak minden évben, hogy 20-nál több, most jelen esetben 26 civil szervezet pályázott a városi civil keretre. Itt most a képviselőtestületi ülésen a bizottság javaslatai alapján kerül sor a támogatási döntések meghozatalára. Tamási költségvetésen 8,5 millió forintot enged a támogatásra, ez gyakorlatilag a COVID előtti időszak mértékét jelenti. Még egy körülbelül 1,5 milliós tartalékkeret marad az év hátralévő részére, tehát alapból ezzel a közel 8,5 millió forinttal gazdálkodhatnak a civil szervezetek. Itt különböző elvek szerint és különböző módon oszlik el, részben összegszerűségében, részben pedig természetesen azt szerint, hogy ki milyen célra kérte ezt a támogatást. A legnagyobb összeget a két középiskola alapítványa kapja. Ők 1,8 millió forintot kapnak arra a célra, hogy a helyben tanuló tamási jó bizonyítvánnyal rendelkező diákokat tudják támogatni, ezáltal helybe tudjuk tartani a városban a középiskolás tanulókat. Az említett középiskolákon túl a tűzoltóság, a polgárőrség és a polgárőrség a közbiztonság szempontjából szintén kiemelt civil szervezetük is több mint 1,5 millió forint támogatást kapnak, tehát nekünk a rendezvényeken és a közbiztonság, jó közbiztonság megtartásában nagyon sokat segítenek. A civil támogatás mellett fontos kérdés volt a helyi temető tulajdonba vétele. A sírkert eddig az egyház tulajdonában állt, de a fenntartásáról a helyi önkormányzat gondoskodott. A város vezetése és a pécsi püspökség közös akadata szerint ez a helyzet változik meg mostantól. Több alkalommal tárgyaltunk a helyi egyházközséggel és a pécsi püspökséggel is arról, hogy hosszú távon is szeretnénk, hogyha a temető nem csak üzemeltetés szintjén, hanem tulajdon szintjén is az önkormányzat kezébe kerülne. És most kerül sor arra a döntésre, hogy a temetőt tulajdonképpen egy ajándékozási szerződés keretében tulajdonba tudja kapni az önkormányzat. Ez pedig lehetőséget teremt arra, hogy részben helyi forrásokat tudjuk bevonni a temetőfejlesztésbe, részben esetlegesen külső forrásokat. Elsősorban ezért fontos, igen. A temetőben a járófelületek, járdák nagyon rossz állapotban vannak. A ravatalozó az önkormányzati tulajdon, de egy úszótelekként a temető területén található, de bővíteni, fejleszteni nem tudjuk anélkül, vagy nehezen tudjuk anélkül, hogy az nem a mi tulajdonunkban, nem a városi önkormányzat tulajdonában van. Tehát elsősorban ezért fontos nekünk, és hát természetesen ugyanazokat a szolgáltatásokat szeretnénk színvonalasan fenntartani, amit most a város cége, a Tamási Szolgáltató Kft. Nyújt itt a temetőben. Az ma még nem látszik, mely pályázatok teszik lehetővé a tervezett felújítást. De Porga Ferenc azt mondta, minden lehetőséget ki fognak használni annak érdekében, hogy a sírkertben való közlekedési lehetőség és a temető összképe javuljon.